Amikor te vagy a fotós a családban, akkor előfordulhat, hogy megkérnek majd a rokonait, hogy csinálj már egy-két képet, mert szeretnék kirakni. És pontosan ez történt most velem is. Ha már van egy meglévő képgyűjteményed, akkor előfordulhat, hogy azt mondják, hogy nyomtass már ki egy pár képet, mert szeretnénk kirakni az egyik falra, ahol tök jól fog kinézni. És az olyankor tök jó érzés, mert büszke lehetsz rá, hogy kirakták. Ez ilyenkor azért is tök jó, mert kilép a digitális térből végre, és nyomtatott formában jók a képek, hiszen azért fotózunk, hogy ki legyenek nyomtatva. És ez történt most velem is, mert az egyik szülőm megkért, hogy csináljak két darab képet a fürdőszobánkba, ami egy ilyen fekete-fehér, szürke dizájnú helyiség, amit mindjárt meg is mutatok nektek, hogy milyen. Szóval látjátok, ilyen a csempe, és így ez körülbelül a meghatározó színvilág. És itt van a két kép, amik már ki vannak rakva ide, fekete-fehérek. Ezek még nem az én képeim, viszont ezeknek a helyére fog kerülni az én két képem. Ez a metró csempe, ez nagyon meghatározó, mivel ezzel kapcsolatban gondolták úgy, hogy mivel ilyen metró csempe van kirakva a fürdőszobában, ezért milyen király lenne, hogyha lemennék a föld alattiba, és ott készítenék két darab fekete-fehér állóképet, a metró csempét belekomponálva, és ezt fogjuk ma csinálni. Menjünk, lőjünk pár képet! Gondoltam, 8-esre kezdve fogom lefotózni a megállókat, és most kb. Olyan 2-3 van, és így pont lesz a fekete-fehér képeknek. Szép nagy kontraszt lesz. Nagy látó, 16 milliárd PSC vázon, ami 24-nek felel meg, és nálam van a 35-ös is, ami egy olyan 50-nek felel meg. Szóval ezzel a kettővel fogok kísérletezni. Hát a háttér nem volt olyan jó. Az a baj, hogy igazából nem látok sokat magából a képből sem, és a BKV-s bácsi sem nézett túl barátságosan, ami önmagában nem lenne baj, de nem szeretem az ilyeneket megkockáztatni, mert a BKV az egy szent hely. Most így előbb 2 másodpercre elment a nap, mert sajnos nincs ND-filter a gépen, és így az égbolt az így no, azt nem látszik semmi. Semmi nem látszódik belőle, ki van égve. De így is megpróbáljuk kihozni a legjobb a szituációból, és szerintem egyébként ebben a megállóban talán még kevesebben is szállnak le fel, mint a másikban. Ott volt egy kis forgalom, és az nyilván nem jó nekünk. Koncepció mögött az van, hogy szeretnék egy olyan képet, az Instagramomat is így építem, ami mondhatni behatárolja az egyik oldalt, ugye két kép van egymás mellett, és a másikat, tehát hogy így csinálnak kb. Egy ilyen zárójelet,
úgy próbálom. Instagramon ugye három hely van, de ide a fürdőszobában csak két kép fért el, ezért nem tudok úgy csinálni három képet, hogy egy nyitó, egy középső és egy záró. Itt most olyat tudok csak csinálni, hogy kettő képbe férjek bele, így mondjuk lesz egy ilyen nyitó kép, meg egy záró, és meglátjuk, milyen lesz. BKV az egy szent hely. Elég sok képet csináltam, szóval most leülök, átválogatom őket, aztán megszerkeztem azt a kettőt, ami végül maradni fog. Erre a kettőre esett a választás, ezek sikerültek a legjobban. És igazából nincsen már más dolgunk, csak elmenni és kinyomtatni őket. A pendrive útjának az lett volna a vége, hogy amikor odaérek a nyomdába, akkor bedugom a helyére, de sajnos az ott dolgozók ezt nem engedték meg, pedig úgy körbeért volna az egész, de legalább megvannak a képeim, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzájuk. És srácok, ne menjetek ki az utcára. Borzasztó meleg van. Sokan kérdezték már, hogy miért fotózok. Mi a célom vele, hogyha van egyáltalán cél? A fotózás nekem az alkotás. Hogy létrehozhatok valami újat. Valami, ami egy szempillantásnyi idő alatt történt. De én kimerevítettem ezt a pillanatot. És fizikai formába öntöttem. Számomra a fotózás kilépés a komfortzónából. Új, érdekes kompozíciók keresése, amire azt mondják, wow, ezt te csináltad. Öröm nekem és azoknak, akik kirakják a képeimet. Ilyenkor a legjobb érzés, amikor te vagy a fotós a családban.